Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Hírmondót látják 2018. január 18-án csütörtökön. A pontos idő 19 óra, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. A Jásznagykun-Szolnok megyei képviselőjelöltekről is döntött a Fidesz országos választmánya. Városi megemlékezés a Doni áttörés napjáról. A Fidesz országos választmányának döntésével véglegessé vált az április 8-ai parlamenti választáson induló kormánypárti képviselők névsora. Szalai Ferenc, a Fidesz megyei elnöke január 17-én mutatta be a Jásznagykun-Szolnok megyei jelölteket. A Jásznagykun-Szolnok megyei képviselőjelöltekről mit tudna elmondani? 50%-os változás van, két új képviselőjelöltünk lesz. A négy képviselő jelöltből van két régi, Pócs János és Boldog István, és lesz két új, Kovács Sándor a megyei közgyűlés jelenlegi elnöke, illetve dr. Kállai Mária a kormányhivatal vezetője. A cserék, Fazakas Sándor doktor, a mezőgazdasági miniszter, illetve dr. Benne Ildikó asszony, aki nálunk kórházigazgatóként dolgozott sokáig, helyére került Kállai Mária asszony, illetve Kovács Sándor. Mind a kettőjüknek nagy köszönet, mármint Fazakas miniszter úrnak, illetve Benne Ildikó asszonynak az elmúlt sok-sok évért, és azért a fejlődésért, amit a megye és a megye települései érdekében, illetve az ország fejlődése érdekében tettek. Én biztos vagyok benne, hogy az új és a régi képviselők együttműködése nagyon-nagyon komoly harmóniát fog jelenteni a későbbiekben is, és biztos vagyok abban, hogy ez a fejlődés, amit ez a megye az elmúlt 8 évben magáinak tudhatott, ez későbbiekben is menni fog tovább, és igen-igen komoly fejlődésnek leszünk tanulja az elkövetkezendő időszakban is. Mi lesz a fő célja az elkövetkezendő 4 évnek? Hát rengeteg cél fogalmazódhat meg. Hát a legfontosabb cél az, hogy Magyarország kormánya ugyanezt a szellemiséget vigye tovább, és a képviselők, mind a 106 egyéni és az összes többi képviselőlistás képviselője a Fidesz-KDNP-nek képviselje azt a vonalat, hogy Európa egységes egész kell, hogy legyen a nemzetállamok vonatkozásában. Magyarország Magyarország kell, hogy maradjon a későbbiekben is, és nagyon komoly harcot kell vívni azért, hogy nem egy Európai Egyesült Államok, hanem egy szabad, független, előbb mondott nemzetállamokra épülő Európa maradhasson meg keresztény gyökereken. És talán ezek a keresztény gyökerek kerültek most veszélybe az iszlám terjedésével, mert vagy tetszik, vagy nem tetszik, vagy elismeri bárki, vagy nem. Az egész bevándorlási, migrációs kérdés egy vallásháborúvá fajult. Egy olyan kulturális különbség, vallási különbség érte el Európát, amely ellen csak egy egységes keresztény Európa tud föllépni. Természetesen ennek vannak gazdasági jellegű mutatói is. Soros György képviseli ezt a vonalat, olyan bevándorláspárti politikát vinni, ami gyakorlatilag egy olyan munkaerőt hoz be Európába, olyan kultúrát hoz be Európába, amely elnyomja a bent lévőt. Azt gondolom, hogy egyik sem jó, nekünk a saját gondolatunk mentén kell menni, és ebben a magyar kormány, a magyar miniszterelnök Orbán Viktor úr igen-igen határozott álláspontot képvisel, és látszik, most már nem csak a V4-ek, hanem Európa számos országa elkezdi belátni azt, hogy mindenkinek a saját határait meg kell tudni védeni. Nem véletlen, hogy Magyarországra nem tudnak bejönni illegális bevándorlók, hanem mi azokat az embereket tudjuk beengedni az országba, akik valósan a bevándorlási státusz minden feltételnek meg tudnak felelni. Hát ez a legnagyobb tét egyébként, hogy egy olyan kormányzata maradjon Magyarországnak, aki Európára is hatni tud az említett okok miatt. A másik, az ország saját lábán áll. Az ország nincs eladósodva az európai bankok felé, megtermeli azokat a forrásokat, amelyekre szüksége van, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól hasznosítja az unióból ide érkező forrásokat, amelyek elkerülve mindenféle vitát. Nem könyöradományként érkeznek, hanem az országnak járnak ezek a források az unió tagállamaként. Látszik a gazdaság fejlődésén, a mi megyénk fejlődése is ezt bizonyítja, hogy az ország egyre többet termel, egyre többet tud fejleszteni, a bérek is egyre inkább nőnek, és hát ez egy másik biztonság, ez a munkahelyek biztonságán keresztül a megélhetés biztonsága, ami a családok biztonságát szorgalmazza, vagy hozza, és azt hiszem, hogy a későbbiekben ezt az utat kell tudni vinnünk tovább a biztonság tekintetében. Tehát megállítani a migrációt, saját határainkat megvédeni, megfelelő munkahelyek, megfelelő bérek és a megélhetés biztonsága, azt gondolom, hogy rendkívül fontos az országnak.
A Fidesz választmánya döntött a 106 egyéni képviselőjelöltről, önt ismét megválasztották. Mit tudná erről elmesélni? Hát először is nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Nem csak az, hogy a Fidesz választmánya döntött, hanem ez nyilván ez mögött egy óriási bizalom van a körzet választópolgáraitól. Már az elmúlt hetekben nagyon sokan kerestek meg és kérdezték, hogy hogy lesz, én indulok, nem én indulok, és én mindig csak azt tudtam mondani, hogy ő rajtuk múlik. Hiszen ha a körzet választópolgárai bíznak bennem, akkor nyilván a saját pártom vezetése és a saját pártom is bízni fog bennem. És minden mutató azt mutatta, úgy látom, hogy a körzet lakossága, nem csak én éreztem a szeretetüket a körzet lakosságának, hanem a Fidesz vezetése is érezte a körzet lakosságának a szeretetét irányomban, és érezték azt, hogy a lakosság nagy többsége támogat engem abban, hogy újra megmérettessem magam. Ezt én nagyon köszönöm a lakosságnak, és ahogy a bemutatkozóban is elmondtam, én egy szövetségbe hívom a lakosságot továbbra is, mert nagyon fontos az, hogy továbbfejlesszük a térséget, befejezzük azt a sok-sok fejlesztést, amit elkezdtünk, és továbbfejlesszük a mi térségünket, hogy föl tudjunk zárkózni a megye, az ország gazdagabb, gazdaságilag erősebb régióihoz, de mindenek fölött mindig a nemzet érdeke, és a közös jövőnk a legfontosabb. És a közös jövőnknek az egyik legfontosabb feltétele, hogy biztonságban élhessünk, hogy tudjuk biztosítani azt, hogy a keresztény vallásunk, a nyelvünk, a kultúránk az nem kerülhet veszélybe. És én arra tettem fel úgymond az életemet, hogy ezért dolgozom. És azt tartom a legfontosabbnak, hogy azok, akik azt szeretnék, hogy ez az ország tovább tudjon fejlődni, hogy ez a nemzet 1000 év múlva is fönnmaradjon, ahhoz arra van szükség, hogy megvédjük a mi kis közösségünket itt helyben, illetve a nemzetünket összességében, a Kárpát-medencében, az illegális bevándorlóktól, a Soros Györgyféle tervektől, a brüsszeli diktátumoktól, és önállóan gondolkodó, önálló tervek alapján élő nemzet legyünk, akik persze betartják mindazokat a szerződéseket, amit aláírnak mondjuk az Európai Unióban, vagy az ENSZ-el, vagy bárkivel, de nem hagyják azt, hogy a belügyekbe beavatkozzanak, nem hagyják azt, hogy olyan döntések szülessenek, ami a nemzettel ellentétes. A mi nemzetünknek a jövője és Európa jövője is az elkövetkezendő években is attól fog függni, hogy hagyjuk-e, hogy illegális bevándorlókkal, illegális bevándorlók közé került terroristákkal olyan embereket erőltessenek ránk, akivel mi nem akarunk együtt élni, olyan emberek jönnek ide, akik meg akarják változtatni ennek a nemzetnek a nyelvét, a kultúráját, a vallását. Ezt mi nem hagyhatjuk, ez egy keresztény közösség, Európa egy keresztény gyökerű földrész, és nekünk az a dolgunk, hogy ezt megtegyük. Én ezért szeretnék dolgozni, és várom mindannak a támogatását, aki azt szeretné, hogy Magyarország, a Kárpát-medence még 1000 év múlva is magyar nyelvtől legyen hangos, magyar legyen itt a vezető nemzet. Mezőtúron a Kossuth téren tartottak városi megemlékezést a Doni áttörés napjának 75. évfordulója alkalmából. A rendezvényen verset mondtak a Siketek és Nagyothallók irodalmi klubjának képviselői, valamint Ökumenikus Imád, a mezőtúri egyházak képviselői, továbbá Kudlacsek Zsigmond, a mezőtúri református kollégium, történelem földrajzszakos tanára mondta el emlékező gondolatait. A Doni áttörés napjának 75. évfordulójára emlékeztek meg péntek délután Mezőtúron. A II. Világháborús emlékműnél tartott megemlékezésen Kudlacsek Zsigmond, a mezőtúri református kollégium földrajz történelem szakos tanára mondta el múltidéző gondolatait. A Don felé való vonulásban már harcokra, komolyabb ütközetekre is sor került, egyelőre még a magyar hadsereg offenzívával támadása volt, egészen még ellemérték a Dont. De az út közben veszteségeink olyan 26-27 ezer fő volt, a tiszti állománynak olyan 20%-a, a legénység 15%-a és a munkaszolgálatosoknak körülbelül 6%-át vesztettük el. És innentől kezdve jöttek a problémák, hogy a magyar kormányzat már a kiküldött hadsereget a németeknek adandó maximumnak tekintette, és nem igazán akart már tovább sem embereket, sem hadianyagot küldeni, tehát további áldozatokat hozni ezért a hadműveletért. És innentől kezdve játszott is az ellátása probléma volt, a németek túl széles vonalat jelöltek ki számukra 200 ezer embernek, a védelemnek nem volt mélysége, a problémák közé tartozott, hogy hadsereg fogatoltsága nagyon gyenge volt, a
lovakkal próbálták megoldani, azok meg mindig kaptak megfelelő élelmet, elég volt az elpusztulás, kevés volt a motorizált alakulat, benzinellátással súlyos problémák voltak, tehát a magyar hadsereg eléggé földhöz kötötté vált, és nem igazán tudták a megfelelő motorizált alakulatot mozgatni, ami később a szovjetek viszont igen, és ez nekik nagy előnyt is jelentett. Hiányt jelentett a páncél elhárítás, a harckocsik hiánya, megfelelő légvédelem hiánya, és mindez együtt már jelezte előre a katasztrófát. A magyar felső vezetés erről tudott, mert mind Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke látogatott ki, a frontra is tájékoztatták ezekről a problémákról, illetve Nagy Vilmos, a honvédelmi miniszter szintén tette egy szemlét a második magyar hadseregnél, és ő is észlelt ezeket a fogyatékosságokat, de az előbb említett okoknál fogva nem igazán került ezeknek az orvoslására sor. Amikor megindul a szovjet hadsereg ellentámadása, és sikerül Sztálingrádnál hatalomba szárni a német hadsereget, szépen göngyölik felfelé észak irányba a többi szövetséges erőket, így a magyarok is sorra kerülnek, és ahogy mondtam, hogy a szovjetek sokkal rugalmasabban tudták mozgatni az erőiket, több benzin, több motorizált gépkocsi állt a rendelkezésükre, és nem is voltak ők az egész 200 kilométeres frontszakaszon döntő fölényben, de a támadás irányokban, tehát Urivné csúcsnál, a hídfőknél viszont igen, oly mértékben, hogy a Urivi fölény 3,5-szeres volt, tüzérségben 10-szeres fölénnyel rendelkeztek, csúcsnál 2,5-szeres fölény volt élő erőben, tüzérségben 7-szeres fölény, és ugye a másik ok, hogy sokkal jobban bírták a szovjet fegyverek a hideget, mint a mieink gyakran csődöt mondtak, és mínusz 40 fokos hidegbe mindenkívül megnehezítette a magyar hadsereg tevékenységét. Ne feledjük el, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt a hadsereget, hát a magyar királyi honvédséget a közép-európai konfliktusra készítették fel, arra képezték ki, és a cél a igazságtalan határ kérdéseknek a tisztázása, és erre a magyar hadsereg fegyverés nyomatékot tudjon adni. A egyes közhiedelmekkel ellentétben minden fogyatékossága ellenére eléggé komolyan és keményen ellenállt a magyar hadsereg, amíg a lehetőségei ezt lehetővé tették, és nem fogyott el a lőszer, nem fogyott el az élelem. Az élelemmel egyébként is súlyos problémák voltak, ugye mert a német étkezési szokások meg a magyar étkezési szokások között volt jelentős eltérés, és ennek az lett a következménye, hogy a németek által szállított élelmiszer finoman szólva sem felelt meg a magyar gyomornak, a magyar étkezési hagyományoknak, étellel szembe támasztott elvárásoknak. Így a magyar hadsereg ismétlem addig tudott elállni, megfelelő lőszerrel rendelkezett, megfelelő az embereit tudta tartani, de az a kegyetlen helyzet állt elő, hogy amint vissza kellett vonulni, már pedig idő után vissza kellett vonulni, gyakorlatilag nehéz fegyverzet nélkül maradt a hadsereg, mert azt nem tudták mozgatni, és kiszolgáltatottá vált a szovjet hadsereggel szembe. Így is voltak, lehet említeni a 35. 23. ezredetek, elég hősesen és sokáig ellenálltak, jó védett állásokban a szovjet katonákkal szembe, illetve a 3. hadtest, amely az utolsó között hagyta el a Don vidéket, és a német alárendeltségben még sokáig küzdött. Azonban a magyar parancsnokok, lehet mondani itt Jányi Gusztáv vezérezredest is, meg Stom Marcelt is, eléggé komoly lelkiismereti válságba kerültek, mert örlődtek a kiadott parancs, illetve a katonák megmentésének a feladata között, és a Hitlertől kapták azt a parancsot, hogy a végsőgi kitartani, és amikor Budapest, akár Horthy Miklós honaltól kértek utasítást, vagy Szombathelyi Ferenc vezérezredestől, mindig azt a donorai választ kapták, hogy a németek utasításait hajtsák végre, és ez olyan lelki válságot okozott elő, hogy Jányi Gusztáv január 24-én kiadta mindenki által, hát nagyon sokak által ismert parancsot, hogy a magyar katonákat tette felelőssé a kudarcért, nem pedig a hideget, az éjséget, a lőszerhiányt, a megfelelő fegyverzetet, és ez igen komoly lelki válságot is idézett elő, a hadsereget demoralizálta,
és ellenségeink, rossz akaraink számára pedig komoly érveket adott, hisz mind a német lapok idézgették Jányi Gusztávot, de idézgették a román újságok is, tehát szinte saját magunk ellen adott Jányi Gusztáv érveket az ellenfélnek. A beszédet követően a Siketek és Nagyothallók irodalmi klubjának tagjai szolgáltattak színvonalas irodalmi műsort. A továbbiakban pedig a mezőtúri egyházak képviselői mondtak ökumenikus imát. A megemlékezés végén került sor a kegyelet és az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezésére. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták. Friss hírekkel holnap is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!